Gombóc! Figyeljek! Kis gombócok leszünk! Itt hallottam egy harcsengetést. Bonita fekete színű labradort már jó ismerősként üdvözölték a gyerekek. Ő gazdájával, aki képzett kutya terapeuta, visszajáró vendég ebben a réfalui bölcsödében. A kutyus nagyon jó hatással van a kicsikre, de ez tulajdonképpen kölcsönös. A kutyus nagyon jó hatással van a gyerekekre, emberekre egyaránt igazából. Egyből megnyílnak, barátságosak lesznek, egymással is, kutyussal is, nagyon sok gát felszabadul bennük, és sokkal inkább fogékonyak a feladatokra, a figyelmük az maximálisan ott van, és nagyon tudnak koncentrálni. A benti kutyás foglalkozás után a kertben lovak és lovaglási lehetőség is várta az apróságokat, akiknek szakemberek mutatták be az úgynevezett nem szeretem állatokat, mint például a kígyó, vagy éppen a patkány. A mindennapjaink során ugye mesekönyvekből, versekből, mondókából megismertetjük az állatokkal a gyerekeket, de programjaink szervezésén is igyekszünk hangsúlyt fektetni erre. Például a gyereknapi programunk is egy közeli lovasudvarban volt, ahol a gyerekek szintén lovagolhatnak, megsimogathatták az állatokat, rengeteg minden állattal megismerkedhetnek, és gyakorlatilag így a környezetükkel is, az élővilággal. Nyilván terveink között van, hogy ebből az állatok világ napjai rendezvényből is hagyományt teremtsünk, és a későbbiekben is legyen lehetőségük, majd még színesebb palettával találkozniuk a gyerekeknek. A bölcsében nem csak az állatok világnapját, de minden más jeles napot is mindig megünnepelnek. A hagyományos ünnepeket mindig megtartjuk, a jeles napokat is igyekszünk kiemelten kezelni. A vízvilágnapjára is szoktunk rendezvényt tartani, tematikus játékokat, kis csónakban evezhetnek, kis kis fejlesztő foglalkozásokat tartunk. Nyilván az állatok világnapja is ehhez kapcsolódik, illetve majd most kiemelten nagy hangsúlyt fektetünk a játékos képességfejlesztésre. A réfalui bölcsödében a különleges program mostani sikerén felbuzdulva azt szeretnék, ha a jövőben hagyomány lenne az állatok világnapja ilyen formában történő megünnepléséből.